A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság közösen tartott sajtótájékoztatót péntek délelőtt a Móri Zsigmond könyvtárban. Nem volt véletlen a helyszínválasztás sem, hiszen mindkét gyűjteménybe bekerült a Tisza Csécsei író munkássága. A megyei értéktár pedig egy másik tétellel is színesedett, ezzel pedig 129-re nőtt utóbbiak száma. A másik érték pedig az újfehértói zsidó temető és az újfehértói zsidó csoda rabbi sírja, amely egy nagyon különleges érték, és nagyon örültünk a javaslatnak. Ráadásul ketten is javasolták egymással párhuzamosan. Egyrészt a Kulturális Egyesület, a Zsidó Kulturális Egyesület Újfehértóról, másrészt pedig az Újfehértói Települési Értéktár Bizottság is javasolta, tehát ott az értéktárban már szerepel ez természetesen, és azért is nagyon fontos, mert én úgy gondolom, hogy mind a megye, és hát Újfehértó életét pedig különösen az ott élő zsidóság mind kulturális szempontból, mind pedig gazdasági szempontból formálta az évtizedek alatt, és azt hiszem, hogy ez az eredmény, ez hozzájárult ahhoz, illetve ez a munka, hogy Újfehértót olyannak ismerhetjük meg mai formájában. A megyei és a városi értéktár a jövőben azonban szorosabbra fűzi a kapcsolatát, egymás bizottsági munkáját is segíteni fogják. Csak az kerülhet a megyei értéktárba, ami a településinek már része. A két gyűjtemény között eddig is sok átfedést találhattunk. Benne van az állatparkunk, a fürdőnk, a sóstói erdő, a besenyei szobor, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár helyismereti gyűjteménye is, és még számtalan érték megtalálható a nyiregyháza.hu per értéktár oldalon, ahol szintén megtalálják az érdeklődők, hogy mi a módja a javaslattételnek, a javaslattételi adatlapot, milyen dokumentációt kérünk benyújtani, úgyhogy kérjük a lakosságot, járjon nyitott szemmel városunkba, és amíg eddig fel nem fedezett és be nem nyújtott értékeket, nyújtsák be a bizottság részére. Jelenleg 50 érték van a Nyíregyházi Települési Értéktárban. Legutóbb Váci Mihály munkássága és a Vikár Sándor Zeneiskola kapott helyet a gyűjteményben. Ezeket kapcsos füzetben gyűjtik a bizottság tagjai.